Ünnepelt a Fehérvár Média Centrum. A Fehérvár Televízió alapításának 40. illetve a Vörösmarty Rádió első adása megszületésének 30. évfordulóját köszöntötték a két média egykori és jelenlegi munkatársai a Városháza zsúfolásig megtett dísztermében. Cserpakovics András polgármester beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy már a rendszerváltás előtt értesülhettek a királyi város lakói a legfontosabb hiteles hírekről. Számunkra, de talán a magyar média történet számára is fontos dupla születésnapom. Talán azért fogalmazhatunk így, hiszen akár a Városi Televízió 40 évére, akár a Vörösmarty Rádió 30 évére, zárójel 1956-ot is ide emelném, akkor ez ugye önmagában is már egy vaskosabb kor lenne. Ez nem csak a város nyilvánossága, a média élete vonatkozásában fontos két születésnap, hanem a magyar nyilvánosság tekintetében is egy bizonyos átalakulásos időszaknak meghatározó esemény sorozata. Meszleny László a média tanács tagjaként ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, fontos, hogy a helyi hírközlés úttörőiként Székesfehérvár példát adott az országnak is. Senki más nem fogja a Fehérvár kronikáját hitelesen megírni, elkészíteni, megfilmesíteni, hangba továbbadni. Kifejezetten nélkülözhetetlen a Fehérvár Rádió és a Fehérvár TV és a Vörösmarty Rádió szerepe. Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója visszatekintésében megerősítette, egy olyan időszakban született döntés az országban elsőként a televízió megalakulásáról, amelyben szükség volt a döntéshozók és a munkatársak szakmai elkötelezettségére, mint ahogy a rádió létrehozása a Kodolányi Főiskola keretei között is sokat tett a hiteles tájékoztatásért. Emlékezzünk jó szívvel az elmúlt évtizedek hőseire, akik már nem lehetnek köztünk. Köszöntsük illő tisztelettel elődeinket, a városi újságírós kiemelkedő személyiségeit, velünk élő legendáit. Megbecsülésünket tolmácsolva üdvözöljük jelenkorunk televíziós és rádiós szakembereit, és forduljunk szeretettel a jövő újságíró generációi felé, akik majd tovább viszik és őrzik a lángot, ami 1984-ben és 1994-ben fellobbant. Az ünnepségen munkásságuk, elkötelezettségük a város újságíró közösségének formálásáért végzett munkájukért elismeréseket vehetett át a Média Centrum két legendája. A Fehérvár Televízió megálmodója egyik első munkatársainak egyike Szent Györgyi Tamás, illetve a Vörösmarty Rádió alapító munkatársa egykori felelős szerkesztője Virág Ildikó. Majd az ünneplők megtekinthették Novák Réta és Rába Henriett a nagyívű visszatekintését a televízió és a rádió egykori és jelenlegi mindennapjairól.